Rácz Péter egyéni vállalkozó kereste meg nemrég a segélyszervezetet abból a célból, hogy a jövőben hosszú távon is segítséget nyújtana föl végen a nehéz anyagi körülmények között élő családoknak, egyedülállóknak. Mint mondta, Józsefvárosban Baja más kerületeihez viszonyítva több a nehéz sorsú család, ezért döntött úgy, hogy őket támogatná felajánlással. Tájékoztatta a sajtót Fekete Szabolcs Esperes plébános, a Bajai Katolikus Caritas lelki vezetője. Érkezett hozzánk egy megkeresés, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszeradományt, főleg almát, tartós élelmiszert, illetve édességet ki tudunk-e osztani. És természetesen igent mondtunk, minden osztási alkalmunkat mi úgy szervezzük, hogy amikor megérkeznek az adományok, akkor kiértesítjük azokat a rászorulókat, akik a nyilvántartásunkban szerepelnek, és ebből az osztásból tudjuk őket részesíteni. A csomagokba egyenként 1,5 kg alma, valamint 1 liter tej, illetve étolaj, édességek és méz került. A helyi csoport vezetője B. Szabó Lászlóné elmondta, minden segítséget örömmel fogadnak. Az idén talán jobban sikerült, mint az eddigi években, hogy például házakat, amit lebontanak, régi családi házakat, annak a tüzelőanyagát felajánlották rászorulók részére tüzifának. És ennek nagyon örülünk, mert ez óriási dolog annak, akinek nincs mit tegyen a kályhába. A Caritas nyilvántartásában szereplő felvégi nagycsaládosok, kis nyugdíjasok, tartós betegek és a rászorulók múlt héten vehették át a csomagot a Tóth Kálmán utcai irodában.